Ismét összetűzésbe kerülhet az Európai Unióval Magyarország a külföldi cégek újabb megadóztatása miatt, az Együtt szakpolitikusa szerint. A Fidesz frakció vezetője korábban az állami hírügynökségnek arról beszélt, törvényben kell előírni, hogy a Magyarországon megtermelt bevételek után minél nagyobb mértékben itthon fizessenek a cégek adót. Az adószakértő szerint újabb külön adók jöhetnek. A Fidesz frakció vezetője szerint van olyan cég, amely Magyarországon veszteségesnek mutatja magát, mert a hasznot külföldre viszi. Ezért Rogán Antal szerint olyan jogszabály kell, hogy a megtermelt bevételek minél nagyobb mértékben Magyarországon adózzanak. A Fidesz szóvivője szerint a kereskedelmi láncoknál ezt úgy érnék el, hogy 2 évnél tovább nem lehetnek veszteségesek, de a többi külföldi cégnél is meg akarják akadályozni az adóelkerülést. Ezek a cégek nyilván termelnek nyereséget, csak máshol csapódik le ez a nyereség. Szeretnénk, hogyha ez Magyarországon csapódna le, és nyilván az összes törvényes eszközt figyelembe kell ezzel kapcsolatban venni, és törekedni kell arra, hogy a jogszabályokat olyan irányba módosítsuk, hogy arra ösztönözzük ezeket a cégeket, hogy Magyarországon adózzák le nyereségüket. Az Együtt szakpolitikusa szerint, ha a kormány még jobban rászáll a külföldi cégekre, akkor újabb összetűzésbe kerülhet az Európai Unióval. Lassan már hozzászokunk ahhoz, hogy a Fidesz bedob egy ilyen ötletrohamot, és akkor utána mindenki próbál lázasan keresgélni, hogy valamihez hozzá tudja igazítani ezt a dolgot, és utána egy hét múlva egy újabb ötletrohamon próbálunk kiigazodni. Az általunk megkérdezett adószakértő szerint a kormány a célját a társasági adó csökkentésével is el tudná érni. A társasági adókulcsot csökkenti, hiszen amelyik országban alacsony a társasági adókulcs, ott nem érdemes veszteséget termelni, hiszen a nyereség nagyon kedvezményesen adózik. Az adótörvények módosításáról jövő tavasszal tárgyalhat a parlament.